Szép jó reggelt kívánok mindenkinek! Be akartam hozzátok jelentkezni, az az igazság, hogy azt se tudom, hogy melyik videóba, vagy milyen vlogba lesz ez benne. De szerettem volna gyorsan egy update-et adni. Annyira szép idő van ma. Ez az első, amit mindenképpen meg akartam állapítani. A másik, hogy tegnap, amikor bejelentkeztem, még másik körben volt, viszont muszáj volt megcsinálni a jobb kezemet is. Csak nagyjából, hogy legalább friss legyen rajta a köröm. Ugyanis 2 hét múlva költözés van, és 3 hetes volt már a körmöm, úgyhogy... Egy az, hogy nem voltam benne biztos, hogy a dobozok pakolásához egy 5 hetes lenőtt köröm az mondjuk úgy hasznos lenne. A másik pedig, hogy ha visszaérek a kis hétvégi wellnessből, akkor a hétfő azzal fog kezdődni, hogy pakolunk. És a körmös cuccokat mindenképpen az elsők közt szeretném elrakni. Elkezdtem már pakolni. Mostanra biztos, hogy láttatok már valamit ebből. És a körmös cuccok nagyját már elpakoltam, viszont a maradékot is szeretném elrakni, úgyhogy biztosan ne legyen rá szükségem, úgyhogy megcsináltam a körmöm. Ha van felesleges információ, akkor az most ez volt. Ezen kívül megreggeliztem, fent vagyok már egy jó ideje, 9 óra van, és 1 órára nekem a West Endnél kell lenni. Ugyanis a kis utazótársamat fel kell szedjem, és utána körülbelül indulunk. Elég ambíciózus a gondolat, hogy én kész leszek addig egy videó megvágásával, és még ki is fogom posztolni, de ha fel tudom tölteni, az már valami, és hogyha odaérünk Kapolcsra, akkor kiposztolom. Ez talán egy működőképes dolog tud lenni, úgyhogy most azonnal elkezdem megvágni, és remélhetőleg akkor valami sikerül. Nem vagyok összepakolva, nem mostam hajat. Hozzákezdek, és meglátjuk, hogy mi lesz. 10:40, az első vágással kész vagyok. Panni, a tettestársam, akivel megyek hétvégére, egészen pontosan most már 3 perc múlva indul Szegedről. Úgyhogy most villámgyorsan hajat mosok és összepakolok, és ha azzal kész vagyok, akkor még folytatom a vágást, ha lesz rá időm, ebben azért biztos nem vagyok, de egy próbát megér, de előbb mindenképpen össze szeretnék készülni, hogyha véletlen indulnom kell, akkor legalább én kész legyek. Inkább én legyek kész, mint a videó, viszek magammal úgyis mindent. Menjünk hajat mosni. Most nem úgy néz ki egyébként, de a hajam megmosva, megszárítva, csak Dysonnal megszárított. Pici kis hullám van benne, semmi extra. Ezt még nem pakoltam, dél van. Hanni azt mondja, hogy a MÁV kivételesen pontos, és egy 5 perc késéssel fog érni körülbelül. Úgyhogy 15-re kell odaérjek, ami azt jelenti, hogy majdnem 1 órán van összepakolni. Hála az égnek, villámgyorsan ott vagyok innen. Úgyhogy, ja, meg amit akartam mondani, egy ilyen kis faházas buliba megyünk, önálló kis kabin. Nem akarunk kimozdulni egyáltalán, úgyhogy fürdőruha, meg ilyen kényelmes ruha, amit vinni akarok csak. Az elektronikámat kell összepakolni. Megérkeztünk! Nézzétek, milyen kis cuki. Itt van kint a jacuzzi. Kis panorámás kilátásunkkal. Pankó, végeztél mellettekbe? Hi! Itt a tusoló, és innen lehet bejönni a szaunába. Remélhetőleg nem estek le onnan. Öltözünk át! Cheers, baby! Cheers! I'm happy. A helyzet az, vettem ezt a Vienna Trilly Strangers kártyát, és senki nem volt még hajlandó velem játszani. Úgyhogy most Pannival belekezdünk. 3 különböző kategória van. 1-es, 2-es és 3-as szint. Az 1-es az ilyen nagyon felületes ismertség, és tényleg ilyen, mi volt az első benyomásod rólam, amikor találkoztunk meg. meg ilyenek. Viszont a harmadik fele vannak egész jók, úgyhogy azt mondta Panni, hogy legyen pár bemelegítő kérdés az elsőből, úgyhogy... Vagy húzzak én először? Aha. Na lássuk. Egyébként rajzoljatok portrét egymásról a legjobb képességeitek szerint, majd cseréljetek. Angolul vannak egyébként,
Mit gondolsz, ellenőriztem-e valaha egy exnek a telefonját? Szerintem biztos. Csak úgy ilyen... For fun? Aha. Nem azért, mert hogy bármit kerestél volna, csak úgy ilyen... Mi lehet ott? Na, még kettőt. Jó. Emlékeztetlek-e valakire? Külsőre nem. Igen. Egyébként egy ilyen konkrét személyt nem tudok megnevezni, ilyen általános primadonna. Zsír. Okay. Thank you. Na, húzd meg egyet. Mit mond neked rólam a háttérképem? Nem tudom most mi a háttérképem. Oh. Aladdin a háttérképe, és az, hogy konkrétan miért ez, azt nem tudom, de azt tudom, hogy nagyon szereted a Disney-t. Igen. És amíg otthon voltam, addig rendszeresen csináltuk esti etetéseknél, hogy Disney maraton tartottunk. Sanyi nem annyira értékelte, de mi telitorokból... Csak eljátszotta, hogy nem értik. Jogos. Telitorokból üvöltve énekeltük az összes Disney zenét. Második szint. Oh. Mi a legelső emléked a boldogságról? Én nagyon sokat voltam így családdal kicsinek. Így mindenkivel, családdal, nagy családdal. Így azok a falus. Mi az első emléked? Vagy így körülbelül első? Ilyen core memory. Nagyon sok strandos emlékem van ott hamarra. Uh-huh. Amikor ugye anya Vincével otthon volt, én meg apával jártam edzést. Uh-huh. Mi az a kérdés, amire a legjobban keresed a választ így most az életedben? A fiatalabb éned mit nem hinne el az életedről, a jelenlegi életedről? Azt, hogy írtó magasra tudok tenni mindenkire. Én mindenkire. Tényleg amúgy. Egy zseniálisan. Oké. Okay. Hogy neveznéd ezt a fejezetet az életedben? Fakiti fak! Felolvasom. Nem. Volt körülöttem 260 légy, az összes megvakult, mikor rád néztek. Éjjel pedig be akart nézni hozzám egy éhes grizzly, már pont készült, hogy darabokra tépjen engem, végső kétségbeesésemben megmutattam neki a profilképet. Abban a pillanatban sírva fakadt, és el is szaladt. Holnap ugrok át hozzá bocsánatot kérni tőle, szerinted mit vegyek neki ajándékba? Válasz? Nekem megváltás lenne, ha széttépne a medve. Éppen a folyó partján van egy kupa hipóval a kezében. Először azt hittem, hogy a bundáját akarja kifehéríteni, de a szemébe locsolja. Bemutassalak neki? Mikben van ez a faszé? Nagyon nem tudom. Press shuffle on your music library, explain the first song that comes up. Ez veszélyes. Megjött a vacsink, és azt hiszem, hogy ma estére vegán tálat kértünk, úgyhogy oda szállítom a jacuzzihoz, és mutatom részletesebben, hogy mi van itt. Szóval, a vegán tál tartalma: olívaolaj, pácolt articsókaszív, zöldségkrém, fűszeres humusz, olívabogyók, friss zöldség, aszalt paradicsom. És kis pékáru. Lovely! Kezd egészen lemenni a nap, úgyhogy nem tudom, hogy mennyire látszik, de nagyon jól néz ki. És itt van hozzá a kis bagett talán. Jó, itt vagyok! Hideg van. Nagyon. Az volt a tervünk, hogy felkelünk, megreggelizünk, és elmegyünk egyet sétálni, meg körbenézni. Úgyhogy most azon gondolkozunk, hogy mi lenne akkor, hogyha előbb megnéznénk egy filmet itt bent, kamfiba, bebújva, betakarózva, és hát ha melegszik az idő. Hagyunk időt az időnek. Igen, ezek a termek. Ennyiből nem látjátok, de ez nagyon hideg.
Nézzünk filmet? Nézzünk filmet. Filmezünk egyet, és utána megindulunk. Szerintem addigra jó lesz egyébként, 10 óra van. Úgyhogy ilyen dél környékén elindulunk ki, az még bőven jó. Persze. Egy órát, kettőt mászkálunk. Mi ez 20 kilométer két órakor teljesíteni? Egy órát, kettőt kint vagyunk, aztán jövünk vissza oda be a szaunába. Megindultunk. Az, hogy hova megyünk, igazából nem tudjuk. Az a helyzet, hogy a kisbolt, ahova szerettünk volna elmenni, az 8-kor nyitott, 10-kor zárt. Úgyhogy arról egy picit lecsúsztunk. Ellenben van egy aprócska kis benzinkút 13 percre. Úgyhogy most megyünk oda. Aztán szeretnénk egy kicsit kirándulni, körbenézni, és ha minden jól sikerül, akkor megyünk. De ha a kisboltos szerencsénket követjük, akkor nem lesz kirándulás ma. Mekkora futás! Annyira aranyosak a bicik. Hogy fekszenek? Leraktuk az autót. Az idefele vezető út inkább tűnt egy horrorfilm forgatási helyszínének, mint bármi másnak. De mi nyomjuk? Nem tudom, hogy mit csinálunk, de dokumentálom, hogyha elvesznénk. Itt vagyunk. Lehet, egy fokkal jobban járnánk. Oké. Okay. Szerintetek elkezdett esni az eső? Vagy elkezdett esni az eső? Igen. Élsz? Eljött a társas játékidő. Szabályokkal még nem egészen vagyok tisztában, de nem sokára szarráverem.com.